Három meccses szektor bezárás és 3 millió forint a Ferencváros MLS büntetése a teltházas, az ultrák leszámolásos balhéval tarkított Debrecen elleni győztes NB1-es labdarúgó meccse miatt. A klub korábbi kapusa, a Várszegi ér a vezérigazgatója, Szeller József, a B közé problematikáról, csapatról és kilátásokról. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jóska, ugye itt van az új stadion, és ugye ott volt egy három és fél éves konfliktus. Az várható volt, hogy valamilyen kompromisszumot kell kötni az ultrákkal. Egyáltalán magad is így tetted volna? Mi volt ennek a helyzetnek a megoldása? Volt-e jó megoldása? Van-e jó megoldása? Nézd, korábban is elmondtam, hogy igazából nem értettem egyet azzal, hogy olyan rendszabályok jelentek meg az új stadionban, ami szurkolókat távol tartott. Vénaszkennelről hát beszélünk? Én, hát a vénaszkennelről így van, meg az egész procedúráról. Én azt gondoltam, hogy hogy már ez, ez ami most bekövetkezett, szerintem valahogy ebben kellett volna indulni. Tehát én azt, azt annak örültem volna, hogyha ez a három és fél éves kihagyás ez a szurkolók részéről nincs meg, hanem ami helyzet most van, azzal indult volna az új stadion. Tehát azt mondták volna, itt van egy új stadion, szigorú szabályok, megegyezünk a csoportokkal, Megpróbáljuk együtt rendezni a konfliktusokat, és nem pedig átláthatatlan falakat, áthatatlan falakat állítunk fel. E, tulajdonképpen igen, azt azért el kell mondanom, hogy mi nem ismerem annyira viszonyokat, mint amikor én voltam ott hogy ebbe a székben, tehát nem tudom, hogy, hogy a lehet, lett volna el lehetősége, lehet, hogy nem, lehet, hogy el kellett elni ennek a három és fél évnek, de én azt gondolom, hogy a labdarúgás szempontjából, a szurkolók szempontjából, meg minden szempontból az lett volna az üdvözítő, hogyha 2014-es stadionnyitáskor ez a helyzet van. Na most ismerve a meccsentő történteket, és attól függetlenül is jó döntés volt tehát a fradi vezetésről, hogy megpróbál kiegyezni az útrákkal? Hát Palli, most egy, átveszem egy kis a riporter Telt szerepét, az és is. visszakérdezek, te láttad ezt a mérkőzést? Igen. És mi volt erről a mérkőzésről a véleménye? A véleményem az volt, hogy láttam egy olyan hangulatot, egy olyan teltházat, és ez szerintem nem független ettől egy olyan tempót, amiről az volt az érzésem, hogy igen, ilyen meccseket szoktam látni, amikor hétvégénként a spanyol bajnokságtól a németig belenézek különböző találkozókban. Hát én akkor azt gondolom, hogy ez a kérdés ez így meg is van válaszolva, és pont azért nem én akartam mondani, Kíváncsi voltam a te véleményedre, mert, mert én nagyon sok emberrel beszéltem, akik ott a helyszínen ezt átélték, nagyon sok emberrel beszéltem, akik a televízión nézték, és mindenkinek egyöntetően ez volt a véleménye, függetlenül attól, hogy fradi szurkoló vagy nem fradi szurkoló. Tehát ezzel, ezzel a történettel, ami a Leláton és ami a, a pályán történt, ezzel szerintem az egész magyar labdarúgás nyert. Tehát teljesen e, e, igazolva van az a dolog, hogy ez egy jó döntés volt, és ez a folyamat, ez jó. És én szerintem még azok a szurkolók, akik nem fradi érzem, Elműek, akár vesz, beszélünk Diósgyőri, akár Szombathelyi Szurkolókról, ahol ugye hamarosan az egyiknél most átták át a stadion, a másnap pedig elkészült, azt mondják, hogy úristen, milyen klassz volt a hangulat, és nagyon szeretnénk mi is ezt a, ezt a, ezt a hangulatot a mi stadionunkba behozni, és, és, és éppen ezért fantasztikus dolog volt, és el kell különíteni azt, ami viszont nem a lelátón, hanem a lelátó alatt történt, mert azt szerintem egy teljesen más ügy. Na igen, de erről az ügyről, mert azt hiszem, hogy erről az ügyről azért is lehet véleményed, hiszen abban az érában, amikor te eh, voltál a Fradi élén, és Várszegi Gábor tulajdonosra együtt dolgoztatok, igencsak megtapasztalhattad, hogy eh, kemény dió, kemény dió, eh, a szurkolókkal, a kemény maggal, a béközéppel, az útrákkal megpróbálni kiegyezni. Eh, Várszegi Gábor is gyakorlatilag ilyen szurkolói konfliktusok és balhék miatt eh, Adta fel egy idő után, hogy ennek így nincs értelme. É, igen, ez, ez így van. Tehát én nem vitatom azt, hogy a mindenkori vezetés nehéz helyzetben van, bár hozzáteszem, hogy sokkal könnyebben, mint amiben én voltam annak idején. Hát végül is mi nem is tudtuk ugye ezt a konfliktust feloldani, sokkal nehezebb volt a jogszabály háttér itt most azért mai viszonyok között, ugye a rendőrségnek a jelenléthez kötelező, nem a klub költsége. Ugye nekem kellett volna akkor szakmailag eldönteni, hogy ott milyen rendezési, fölállás kell, hány rendőr, meg hány biztonsági őr, és hát ugye mindig azt mondtam, hogy a TFN, a testmérés Egyetemen, amikor végeztem az iskolákat, ezt nem tanították meg. Tényleg ilyen egész extra történetek voltak akkor, csak egy gyors ö, fölidézés, hogy, hogy amikor az egyik biztonsági cégünk bejelentette, hogy ő nem biztosítja tovább a mérkőzéseket, akkor nekem csörgött a telefonom, fölvettem, és egy, egy orosz akcentussal beleszóltak, hogy hát ő ukrán maffia képviselője, és majd ő rendet a És akkor én így néztem a telefont, Úristen mondom, hát erről nem, ez nem volt arra, hogy ezt hogyan kell kezelni. Tehát nagyon nehéz helyzet, nagyon nehéz helyzetben van a vezetőség, ez tényes való, de én azt gondolom, hogy, hogy végül is eljutott a megoldás. És, és most, ami, ami most van hát mindenki azt mondja, hogy fú, fantasztikus, igen, ez kell. Az egy másik kérdés, hogy, hogy, hogy azok az emberek, akik ezt, ezt véghez vitték, azok, azok, azok biztos, hogy tisztában voltak azzal, hogy a klubnak óriásit fognak ártani. És, 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 az, hogy most ez direkt erre ment ki, ezt nem tudom, hogy direkt erre volt a provokáció, ezt nem tudom, de én nagyon bízom abban, hogy, hogy ennek meg lesznek a következményei, ezek az emberek, ezek valóban számol lehet ezeket kérni, ki lehet tiltani, és a, mondjuk, ha azt mondjuk, hogy 20 ezer ember volt, akkor 19.950 ember szórakozását ne rontsák el. Hát igen, mert uh, ugye az eset felvillantotta, uh, hogy a Renitens B közé bolykotja után ugye voltak itt a klubvezetéshez hű ő, ultrák, néven, ugye szkenneresek vagy bejárók, úgy hívják őket, uh, akiket megszerveztek. Uh, ez a te idődben ezek a különféle ilyen belső ultrabalhék hogy néztek ki? Egyáltalán rálátott erre akkor a klubvezetés? Te például számon tartottad azt, hogy milyen csoportnak milyen problémai van, egymással milyen problémáik vannak, hogyan lehet ezt kordában tartani, szóval milyen képet volt erről a világról, neked klubvezető? Hát az az igazság, hogy, hogy na, nagyon nem volt képen, mert hogy nem mozogtam ebben a körben. Persze próbált az ember tájékozódni, ugye itt azért más problémák voltak, tehát itt a, itt a legnagyobb gond az az, és ezt kell külön választani, hogy vannak szurkolók, akik, akik, valóban fradista érzelműek, sőt, igazából adjából lehet, hogy ezt mindenkiről el lehet mondani, és aggódnak a klubért, és vannak olyan szurkolócsoportok, és ez a, nehezebb, ez a nehezebb, akik pedig a saját pénzükére aggódnak mert, mert sajnos, amikor én leültem egy-két ilyen csoportvezetővel, akkor hát én azt a fenyegetést kaptam, hogy én ne avatkozzak bele, hogy itt a rend, meg a biztonsági szolgálat, meg ezek hogy mennek, mert hogy erre egzisztenciák épülnek. Tehát az a nagy baj, hogy, hogy vannak szurkolók, akik aggódnak valóban a fradiért, és vannak szurkolók, akik sajnos, akiket nem is tudom, hogy szurkolnak lehet vezni, akik azért aggódnak, mert esetleg elesnek pénztől. Magyarán mondva arról beszélünk, hogy, hogy nyomást gyakorolnak a balhés csoportok, legalábbis egyesek a klub és ezért különböző kedvezményeket sikarnak ki, meg fizetéseket. Ugye hát, arról beszélünk, hogy a magyar NB1-ben azon, hogy ma is látható, hogy a rablóból lesz a, a pandúr. Tehát, hogy a klubok biztonsági szolgálatai gyakran verbúválódnak korábbi rossz fiúkból, és az nem tudom, nem lehet falat húzni a két oldal közé szerintem? Hát, amikor, amikor ugye 10, 10 évvel ezelőtt, 14-15 évvel ezelőtt ennek nem volt meg az a jogszabály háttere. Hogy, hogy te ezt ö, ö, véghez tud vinni. Tehát valóban így volt, itt, itt, itt nem is az a legnagyobb baj egyébként, hogy a szurkolóból mondjuk biztonsági vezető lesz, az, az, az nem probléma. A probléma ott kezdődik, hogy, hogy ez, a, ez az ember ez ugye ne legyen büntetett előéletű, ne olyan előélete legyen, ami ezt eleve kizárja, a másik pedig az, hogy, 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 hogy akkor, akkor legyen rend. Tehát az eltelenség az, amikor, amikor pénzt vesznek föl azért, amit nem csinálnak meg a munkájukat. Hiszen, hogyha brand van, akkor nincs probléma akkor az ember azt mondja, hogy persze, hát, hát akkor ott így, van, a legióban, a így van, a munkátokat, uh -huh. akkor ez így rendben van. A probléma az, amikor amikor tulajdonképpen <laughs> csak pénzt vettek föl, és, és a balhé meg ugyanúgy megvolt. Tehát én azért azt, gond, azt szeretném, és remélem, hogy ez most bekövetkezik, hogy egy olyan körű vizsgálat lesz, ami vizsgálat lesz, ami ezeket az embereket ki tudja tartani, ami minden oldalról meg tudja állapítani annak a felelősségét, hogy hogyan történhetett, ez meg, meg miért történnek, és a legfontosabb ugye az, hogy a kövő őbe ez nem forduljon elő. Én egyébként például a fegyelmi, ugye ez is most egy egy, egy, egy nagy vita tárgya, hogy a büntetésnek a mértéke. Én azért azt szeretném felhívni arra figyelmet, hogy ez nem a leláton történt ez az esemény. És nem hát veszélyeztette a, sem, a játékot, így, igen. sem a játékot, sem a játékot, sem a lelátó biztonságot nem veszélyeztette. Nagyon jól elkülöníthető szerintem az, hogy ez ebbe kik vettek részt. Tehát ebből a szempontból a, 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 a stadionnak a lezárása, amire sokan hivatkoznak, hogy újpestnél akár ennél kisebb ügyben is a be, stadion bezárást rendeltek el, az átkapus mérkőzést, talán azért ebből az oldalról magyarázható, bár én igazából azt gondolom, hogy, hogy, lehet, hogy még akár jobb büntetés lett volna mondjuk egy, egy, egy zárt kapus mérkőzés, vagy több zárt, kapus, vagy, az, több, vagy több zárt kapus, de, de én azt mondom, hogy a legjobb szerintem az az volna, hogy azt mondják, hogy két vagy három zárkapus meccs, de felfüggesztve. Ugyanis ebben az esetben szerintem ez lett volna a legpreventívebb, hiszen, hiszen, az a nagyon jó folyamat, ami most elindult, hogy fantasztikus hangulat volt, hogy az egész magyar labdarúgás nyert azzal, hogy ott 20 ezer néző volt, és, egy, és a leláton, és még egyszer mondom, a leláton és a pályán történtekre mindenki csak csettinteni tud. Ez a folyamat, ez most egy, ezzel, hogyha ez a döntés helyben marad, akkor, akkor, akkor meg, meg lesz Hiszen a következő mérkőzésen pont arra a rész észre nem jöhetnek be, akik ezt a fantasztikus hangulatot előidézték. Na de ugyanakkor, Viszont... Akkor, bocsáss meg, azért az is benne van, hogy, hogy rengetegen kim voltak, akik kíváncsiak is voltak, akár gyerekükkel, családba vagy akik az elmúlt időszakban kijártak a mérkőzésre, és nyilván egy csomó ember fejében azért megfordul az, hogy hát vajon akkor járjak-e olyan meccsre, ahol azért lehet, hogy lemegyünk a büfébe szünetbe, akkor történnek ilyen dolgok. Én abszolút egyetértek, természetes, de még egyszer mondom, hogy, se, hogy, hogy az emberek 99,9%-a ezt nem érzékelte a stadionban, sem a mérkőzés ideje alatt, ez sem a tévén van. keresztül. Igen. Tehát ebből semmi nem jött át, hogy ez megtörtén. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek, hogyha ez a, ez a dolog ki van vizsgálva, és ezek az emberek, ezek félre vannak állítva, akkor igenis é, nagyon szívesen ki logikára, lenni, az, kap, a ki lenni azért a Arra épül, amit mondta az ember az a prevencióval, hogy azért a célt érjük el, hogy legyenek minél többen nézők, és ne pedig van, így, így van, van, van a marad, így van. A nézők mehessenek. Ki, hiszen nagyon sokan már tudom, hogy már most megváltották a, a ráadásul ugye fantasztikus találkozók jönnek, ugye Honvéd és Videoton, hogyha jól tudom, akkor ezek a találkozók jönnek. Óriási lenne, hogyha ez a hangulat, ez, ez megmaradna ezekre a találkozókra, és ez a folyamat, ez a nagy, szerintem nagyon pozitív folyamat, ez nem szakadna félbe, ugyanakkor ott lenne az óriási felelősség a szurkolókon, hogy felfüggesztettük ott ugyan, így van, de a demoklészka, kardja, ott felettetek, öcsém, ha valamit csináltok, akkor itt nem két mérkőzés lesz, hanem három vagy négy, és akkor viszont én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megakadályozója annak, hogy a szurkolói felelősség az itt előjöhet. Tehát én, én nem akarok tippeket adni, de. Én sokkal jobban örültem volna egy ilyen jellegű dolognak, és nagyon remélem, hogy akár ez be is következhet még. Nem tudom, hogy a klub majd fog-e fellebbezni, de nagyon jó lenne, hogyha ezt elérnénk, mert, mert szerintem akár a következő két hazai mérkőzésen ugyanezt a hangulatot meg lehetne teremteni, és én szerintem ez nem csak a Ferenc hanem az egész magyar labdarúgásnak nagyon jó lenne. Jóska, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.